Na, sziasztok kedves nézők! A tegnapi nap kapcsán szeretnék egy videót csinálni, ugyanis az Omaken voltam. Ez egy ilyen mezőgazdasági, gyakorlatilag összejövetel, mindenféle jót meg lehet találni, vetőgépek, illetve na, felszerelések, készítmények, gyakorlatilag minden. Azt hiszem ez volt a nem tudom, megnézem. A 78. Omik. Na, és amit én ki akarok itt emelni, hogy találkoztam egy olyan gyakorlatilag céggel, akik olyan dolgot gyártanak, mindenki szokott chipset enni, ugye nyomjátok a Lay's-et, a Chio-t, sorolhatnám. Mind krumpliból van, fűszerezve, sózva, stb. Stb. Na már most én hoztam nektek egy olyat, hogy elszállalhatjatok egy pillanat alatt. Sárgarépa chips. Sárgarépa chips. Érted? Tudjátok, mit tartalmaz ez a kis gyönyörűség? Nekem elmondta a hölgy, de egyébként sárgarépa és növényi olaj. Magyarul nincs benne fűszer. Nincs fűszer benne. A hírek szerint már lassan kapható lesz. Nem tudom, hogy mutassam, hogy a fény ne csessze. Na mindegy, hát valahogy így. Szóval a hírek szerint már lassan kapható lesz ilyen nagyobb áruházakban is. Nagyon crunchy, azaz ropogós, és nagyon jó. Majdnem leesett. És ezt most ki is fogom bontani, és megkóstoljuk együtt, hogy ez mégis mifán terem. Ez a növényi olaj, ez azt jelenti egyébként, hogy pálmaolajban sütik ki, és hagyják megszáradni. Fogjuk szépen, ügyesen és okosan. Úgy tök jól mutat itt az a kodiákos egérpadon. Na, elemezzük. Az illata az, hogy is mondjam, olyan egyébként, mint a fűszeres lenne, de ez a pálmaolajtól van, ugyanis az ad neki egyfajta ilyen kellemes illathatást és ízhatást. Még egy kicsit felvágjuk. Hát nem egyszerű ezt kibontani, öcsém. Főleg így. Na. Így néz ki. Így. Gyakorlatilag ez egy sárga léha. Ez finom. Azáltal, hogy megsült, van egy kis édeskés íze. Nagyon jó. És mondom, ad neki egy kis fűszerességet ez az olaj. És figyelj! Ropog. Nagyon finom. Na, amit én ezzel el akartam mondani, és ez egy gyakorlatilag
én reklámozom ezt a céget, de nem úgy, hogy én ezért bármit is kapok, hanem csak így jó kedvemből. Szóval ez egy fizetés nélküli reklám. Azért reklámozom, mert nagyon sok édességet, chipset, meg minden szart zabálunk össze, ami tele van ízfokozókkal, tele van mindenféle műszarral, bocsánat, hogy így fejezem ki magam, de tényleg nagyon sok művackot raknak bele, ami nem egészséges az embernek is. Gyerekek, ha ilyet eszünk, akkor ezeket meg tudjuk akadályozni. Én amandója vagyok, oké, hogy most még nem lesz olyan ára, hogy hát, na, nem egy mindennapi ára lesz. Nyilván valamilyen szinten a Lay's chipsek, meg ezek a vackok olcsóbbak lesznek. De én úgy gondolom, hogy egy idő után ki tudnánk szorítani mi vásárlók ezeket a multicégeket, multi cikkeket, ezeket a különböző beimportált vackokat, és nézd meg, saját termelői sárgalépát gyerekek megsütnek pálmaolajban, és kész a chips. Ennyi. És ugyanígy céklából is, ugyanígy bármiből elő tudnak, bármilyen zöldségből elő tudnak állítani, akár krumpliból is. Mert miért ne? És nem olyan egészségtelen, mint ezek a vackok, amiket eszünk. Úgyhogy, ha gyerekek, ha tetszett a videó, akkor csapassatok egy lájkot, mert szerintem érdemes. Mondjátok el a véleményeteket, hogy ti hogyan étkeztek, és én fogok ilyeneket venni. Hogyha meg fogom látni ezt a fajta chipset, ez a Róna, gyakorlatilag ez egy Róna nevű chips. Hát az is van ráírva, hogy natur ropogós chips sárgarépából. A gramját azt nem tudom egyelőre megmondani, de mindjárt elő vadászom. Ez egy 40 grammos chips. Gyártja a Róna MG szövetkezet, Manufacturer Hersteller, szabad szálláson csinálják, van itt telefonszám is. Hihetetlen jó. 2018. 20-áig jó. És az van ráírva, hogy nem tudom elolvasni, mert úgy van hajtva a papír. Mindegy, nem baj. És látjátok? Vannak ilyen nagyobb szeletek is. Nekem ez bejön. Na. Szóval tetszett, csapassatok egy lájkot, illetve ne felejtsetek el feliratkozni. Rá fogok szokni erre, nagyon finom és egészséges. Mondtátok azt, hogy hát az étkezésen is múlik egyébként ez a fogyókúra, ez a diéta. Igen, tudom. A kenyeremet már megváltoztattam, a többit ezt még nehezen tudom. Na, jó, ennyi. Ugye a like, itt fel tudtok iratkozni, és szerintem itt meg tudjátok nézni az előző részt. Na, sziasztok!